Szeretettel köszöntöm Önöket a Csorba Győző könyvtár helyzetünk az internet fiasztal számú rendezvénye. Köszöntöm körülményen Kispuk Péter urat, a Mecski Beszélgetés moderátorát, Bencsik Balázs urat, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet igazgatóját, Kerti Alatt urat, aki Önkéntes Kibervédelmi Összefogás. Önkéntes Kibervédelmi Összefogás elnökét. Azt gondolom, hogy a mai napon egy igen fontos témával fogunk foglalkozni. Sokan nem gondolják azt, hogy az adataikat húzni kell, vigyázni kell rájuk. És azt gondolom, hogy a jövőben egyre fontosabb lesz mind a non-profit, mind a profit szférában, az adatvételen. Én át is adom a szót moderátorunknak, Kispuk Péternek, és kérdezik el. Köszönöm szépen. Egy személyes történettel szeretném kezdeni. Én nagyjából 5 éves koromban egy Atari típusú számítógépen tanultam meg írni, vagy tanultam meg a nyomtatott betűket, és ehhez kapcsolódom már akkor egy ilyen titkos sztori felmerült, hogy ez akkor már, ez a 80-as évek végén szabadott Magyarországra ilyeneket behozni, ezt nagyszüleim hozták be Magyarországra. Viszont ezt Nyugat-Németországban vásárolták, amit csempészni kellett, az a megvásárlásához szükséges nyugat-német márka volt. De ők ezt megtették, és ezzel nekem egy életre szóló élményt szereztek, és igazából az informatika irányultságom, az informatika iránti szeretetem az azóta megvan, és azt lehet mondani, hogy töretlen. Nyilván gyerekként a számítógépekkel való játszás volt az, ami a középpontban volt legtöbbször. Aztán elkezdtünk rájönni, hogy egyre többet tudtunk a témáról, a gépek működéséről, hogy ezeket a játékokat hogyan lehet úgy meghekkelni, hogy azokkal olyan dolgokat lehessen megcsinálni, ami egyébként nem a hétköznapi használatra lett kitalálva. Ez már inkább a Commodore-os, vagy inkább az XP-s 286-os, 386-os időszakra volt jellemző. Számítógépes fenyegetéssel akkor elvétve találkoztunk, inkább hallomásból hallottunk olyan dolgokról, hogy nem indul el a számítógép. Szándékosan tönkreteszi a vírus bizonyos perifériákat, de egyébként érdekes, hogy volt egy olyan, még a Commodore-os időszakban egy olyan joystickom, ami képes volt ténylegesen tönkretenni a Commodore-nak a tápegységét, de erre később jöttünk csak rá, hogy ez hogyan és mint működik, és nem volt szándékos ez a fajta károkozás. Aztán később szüleim kezdtek el azzal ijeszgetni, kicsit maguk számára, maguk malmára hagyta a vizet, hogy ne játszunk annyit a számítógéppel, ne foglalkozzunk annyit ezekkel a dolgokkal, hogy van egy olyan vírus, ami péntek 13-án aktivizálódik, hogy ez igaz volt-e, vagy sem, az akkor egyértelműen nem derült ki, mivel 13-án nem kapcsoltuk be a számítógépet, hanem játszottunk kint a kertben, vagy éppen a barátokkal. Aztán később ez az irányultság, ezt átvette az én esetemben a kosárlabda, de ez egy másik történet lenne. De ugyanakkor azt láttuk és éreztük is, ahogy én is egyre több helyen tanultam, találkoztam azokkal a fenyegetésekkel, amik a online világ, amit a hálózatba kapcsolt a gépek, és az egyre terebélyesedő és egyre dramatikusabb számban megjelenő eszközök és hálózatba kapcsolt alkalmazások jelentettek és jelentenek ma a mindennapjaink számára. Ja, ma nagyjából ott tartunk, hogy a világon nagyjából 3-3,5 milliárd internet felhasználó van, és hát a Google, Facebook és hasonló nagyvállalatok, és egyébként Magyarország is mindennek tesz annak érdekében, hogy az a szám megközelítse a föld lakosságának számát, ami szintén rohamosan növekszik. De ennél sokkal nagyobb növekedést mutat azoknak az eszközöknek a száma, amik a világhálóra kapcsolódnak. Itt jelenleg 10-15 milliárdos számról beszélhetünk, és ez várhatóan a következő években mintegy 50 milliárdot is meg fogja haladni. Tehát végül is valahol ez, és ez innen ránk leselkedő veszélyek, hogy önmagunk válunk tulajdonképpen a kiberbűnözők számára értékké. Ez jelentette, és ez hozta azt az elképzelést, hogy itt ennek a rendezvénynek, ugye mi egy országos rendezvénysorozatnak az egyik állomása, ami Internet Fiesta névre is hallgat, ahogy azt Tamás már a bevezetőjében említette, hogy ezt helyezzük a
mai beszélgetés középpontjában, és e köré szervezzünk egy programot, és hívjunk meg előadókat, és hát akkor itt köszöntöm őket, még egyszer Bencsik Balázs, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet vezetője, és Keleti Artur, aki pedig az Önkéntes Kibervédelmi Összefogás elnökeként van itt jelen, ugyan neki van egy T-Systems-es sapkája is, a beharangozóban ez ment ki, erről is egyébként fog majd szó esni. És hát a következő, mint egy másfél órának a forgatókönyve úgy fog kinézni, hogy én megkértem a két előadónkat, hogy egy nagyjából 10-15 perces gondolatébresztő felvezető előadásban mutassák be azt, hogy ők tulajdonképpen mivel is foglalkoznak, és hogy ez a téma milyen aktualitással rendelkezik elsősorban az ő szempontjuk számából. Utána én hoztam magammal néhány kérdést, de nagyon örülnék annak, hogyha önök is akár saját történeteket, saját problémákat, elképzeléseket, konkrét kérdéseket is megfogalmaznának, hiszen azért is jött létre ez a mai esemény, hogy valamilyen szinten a mindennapi kibervédelmünkhöz hozzátegyen, és hogy ezáltal is csökkentsük azokat a károkat, amik várhatóan egyébként a következő években szintén soha nem látott méreteket fognak ölteni és felvenni. Úgyhogy akkor a Balázst kérem meg elsőként, hogy tartsa meg felvezető előadását. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, Bencsik Balázs vagyok, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet vezetője. És köszönöm szépen a felkérést, hogy egy rövid prezentációban, illetve egy beszélgetés keretében szót ejtsünk az éppen aktuális IT-biztonsági kérdésekről. Én konkrétumokat szeretnék mondani, azért, mert tudom azt, hogy sokan ezt a témát nem biztos, egyrészt ugye ez egy trendi téma, nagyon sokfélét beszélnek róla, azonban nagyon kevés olyan emberrel találkozni, akár a médiában, akár ilyen beszélgetések alkalmával, aki konkrétan, gyakorló módon ezekkel a kibertámadásokkal, kiberkérdésekkel foglalkozik. És mielőtt még rátérnék azokra a konkrétumokra, amiket a tavalyi évből próbáltam kiszemezgetni, engedjék meg egy picit a magáról a Nemzeti Kibervédelmi Intézetről elcsak pár szót, mert nem biztos, hogy egyébként mindenki számára nyilvánvaló, hogy ez a szervezet honnan jött, mit csinál, mi a feladatköre. Nem árulok el nagy titkot, hogy egy állam, egy kormányzati szervezetről van szó, és a sajátosságát az adja, hogy a belügyminisztériumon belül egy nemzetbiztonsági szolgálat részeként működik. És azért szeretném ezt kihangsúlyozni, mert sokan félreértik azt a kérdéskört, hogy a nemzetbiztonság, illetve a kiberbiztonság az hogyan kapcsolódik egymáshoz. A világ számos országában a kiberbiztonság az egy nemzetbiztonsági kérdés. Amerikától kezdve az Egyesült Királyságig, több európai országban is, valamilyen nemzetbiztonsági struktúrában van ez a kérdéskör beágyazva. Így nálunk itthon a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat keretei között működik a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, amelynek alapvetően három nagy feladatköre van. Az egyik feladatkör a kormányzati eseménykezelő központként való működés, ami nem jelent más, mint egy számítógépes incidenskezelési csoportnak a működtetését, azaz, hogyha valamilyen IT-biztonsági, kiberbiztonsági esemény vagy incidens történik, akkor ennek a csoportnak kell eljárnia, ennek a csoportnak kell kivizsgálni adott esetben a megelőzésre, az elhárításra vonatkozó lépéseket megtennie. A második feladatkör egy hatósági tevékenység, amely során a úgynevezett megfelelés értékelés, vagy megfelelés, jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése történik az állami önkormányzati szervezetek esetében, és a harmadik, az egy nagyon érdekes terület, mi úgy hívjuk, hogy sérülékenység vizsgálati terület, de alapvetően a köznyelvben ez egy etikus hacker tevékenységként került be a köztudatba, tehát nem történik más, mint informatikai rendszerek gyenge pontjainak a feltárása, vizsgálata történik akár kívülről, akár belülről, különböző technikák által, tehát megpróbáljuk az adott informatikai rendszert valamilyen úton, módon feltörni. Tehát ezek azok a főbb feladatkörök, amivel a kibervédelmi intézetnek foglalkoznia kell, és hát az ügyfeleinek a köre az egyrészt számos, másrészt nagyon sokrétű.
Gyakorlatilag ide tartozik az összes állami önkormányzati intézmény. Ez megközelítőleg olyan 3500-4000 szervezetet takar. És hát a kiberbiztonság művelése az nem képzelhető el határokon belül, ugyanúgy ugye, hogy az internet sem áll meg a fehérkerítésnél, illetve a határoknál. Nagyon szofisztikált, nagyon kimunkált együttműködések sora vezet oda, hogy akár Magyarország, akár a többi európai vagy a világon bármely állam, aki komolyan veszi a kiberbiztonságot, bármilyen eredményt el tudjon érni. Ehhez szükség van azokra a szervezetekre, amelyek kifejezetten e célból jöttek létre, akár Európában, akár világszinten, és szükség van itthon azokra a szervezetekre, akik az állampolgároknak, felhasználóknak biztosítják az infrastruktúrát, biztosítják a szolgáltatásokat, illetve szükség van azokra a szakmai közösségekre is, akik a... egészen egy biztonsági esemény kivizsgálásáig átfogja tulajdonképpen a teljes szegmest. Na most ugye ígértem azt, hogy ebben a 10 percben, ami felvezetőként nekem adatott, beszélek egy-két konkrétumról. A tavalyi évben, és ahogy a Péter összeállította azt a kérdéssort, amivel már készült, megjelent több olyan biztonsági esemény, biztonsági incidens, amik ugye egyrészt a sajtóban is megjelentek, a médiában is nagy port kavartak, és hát sajnos Magyarországon is egyre többen és többen találkozunk velük. Éppen egy éve, szinte napra pontosan a kormányzati rendszereket egy úgynevezett DDoS, vagy szolgáltatás megtagadásos támadás érte, aminek a lényege a következő: próbáljunk egy interneten elérhető szolgáltatást, legyen az egy weboldal, hogy legyen az az ügyfélkapu, vagy bármely egyéb más elektronikus közszolgáltatás, próbáljuk meg elérhetetlenné tenni. Hát ez sajnos sikerült is részlegesen. Tavaly áprilisban, április 1-én, illetőleg 2-án a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat, ami tulajdonképpen a kormányzati rendszereknek az alapinfrastruktúrája, egy DDoS támadás érte, és hát ennek során megbénult a kormánypontú, megbénult a külügyminisztérium egyes szolgáltatásai, megbénultak a különböző kormánypontú alá rendelt egyéb szolgáltatásoknak az elérhetősége is. Alapvetően amiről nem volt szó, és talán a médiában nem jelent meg, az az, hogy tulajdonképpen az egész államigazgatásban ebben az időszakban nem lehetett internetezni. Tehát konkrétan, amikor valaki elindította a böngészőjét, legyen az bárhol, bármelyik állami intézménynél az országban, és az NTG-t használta az internet elérésre, egyszerűen nem lehetett internetezni. Na most egyetlen egy szerencsék volt, hogy ez a támadás, ez egy olyan időszakban következett be, amikor tulajdonképpen a közigazgatás már leállt. Tehát látszik az, vagy látható ez a szlájdon, hogy 4 óra és 6 óra között, illetőleg esti órákban következtek be ezek a támadások. Ez már egyébként önmagában gyanús volt, és elgondolkodhatott minket, hogy ez vajon miért van így. És amikor majd tovább gördítettük az eseményeknek a láncolatát, és rengeteg adatot kielemeztünk, akkor láttuk azt, hogy hát tulajdonképpen ez a kormányzati rendszer elleni támadás, ez beillett egy olyan sorba, ahol Európa több, és akkor mondhatnám példaként Finnországot, akár Romániát, vagy csak egy közeli országot mondjak, több országban is megtörtént, nem ugyanazon a napon, de ugyanerre a láncolatra felfűzve. És hogy csak legyen egy picit technika is a prezentáció, láthatók a diagramokon a különböző HTTP kérések, amik azt jelzik, hogy mikor történt tulajdonképpen ez a támadás, és hogy miért jó egy vizsgálatot indítani erre, azt a túloldali ábra mutatja, bár a színek nem a legjobbak, de egy vizsgálat eredményeként sikerült beazonosítani egy olyan
megfigyelő, egy olyan monitorozó tevékenységet, amit tovább görgetve végül is a konkrét támadóra vonatkozóan információkat lehetett megtudni, tehát gyakorlatilag sikerült azonosítani a támadás mögött lévő IP címet, ami alapján természetesen továbbiakban a nemzetközi partnerek bevonásával vizsgálatokat lehetett kezdeményezni, illetőleg elindítani. DDoS mellett, és ez nem csak a kormányzatot érintett, hanem több piaci ügyfelet is, rendkívül nagy számot tesz ki, de mérhetetlen nagy számot tesz ki, inkább így mondanám, az adathalász tevékenység. Ugye mi az adathalászatnak a célja? Megpróbálják valamilyen személyes adatainkat ellopni, úgy, hogy egyébként azt használják ki, hogy én nem vagyok elég figyelmes, akkor, amikor például egy online banki szolgáltatást használok, és elirányítanak egy olyan oldalra, ami tulajdonképpen, hogyha bankról beszélünk, nem egy pénzügyi intézménynek a valid oldala, hanem egy csaló oldal, és itt meg kell adni különböző adatainkat. Hoztam ebből is két példát, hogy aki még esetleg nem látott egy ilyen adathalász e-mailt, akkor az most lásson egyet. Hát látszik az, hogy megvannak azok a tipikus szimbólumok, illetőleg azok a tipikus jelek, ami alapján azt hisszük, mintha ez egy valid e-mail lenne. De hát azért őszintén szólva a bankunk soha nem kéri azt egy e-mailben, hogy nyissunk meg egy ott elérhető weboldalt, majd adjuk meg különböző adatainkat, és utána járuljunk hozzá ahhoz, hogy ezeket az adatokat valamilyen módon feldolgozza. Ezek a tipikus példái egy adathalász támadásnak, és sajnos nagyon sokan, és Magyarországon azt mondhatnám, hogy tendenciózusan megjelennek újra és újra ezek az adathalász támadások, és több magyarországi nagy bank is folyamatosan áldozatul esik ennek. Egyszerűen védekezni ellene rendkívül nehéz, csak úgy lehet, hogyha azok a felhasználók, akik igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat, figyelmesek és megnézik azt, hogy például ki a feladója egy ilyen e-mailnek, mert abból már észrevehető az, hogy ez nem egy valid pénzügyi intézménytől érkező e-mail. Ugye Péter említette a felvezetőjében, vagy az írásában a zsaroló vírusoknak a helyzetét. Hát a tavalyi év egyszerűen egy zsaroló vírus özönt, egy zsaroló vírus cunamit hozott tulajdonképpen. A nemzetközi kutatások szerint nagyjából 10 másodpercenként történik egy lakossági megfertőződés, illetve egy 40 másodpercenként egy vállalati megfertőződés. Most már nagyjából 60 zsaroló vírus családot tartunk számon, aminek több ezer, tehát ilyen 50 pár ezernyi variánsa jelent meg a tavalyi évben. Ugye ez napról napra változik ez a szám. Milyen probléma ez? Ha valaki ezt a zsaroló vírust idézőjelbe bekapja, akkor hát a fájait letitkosítja, és meghatározott bitcoin fejében teszi csak elérhetővé. Hogy ez miért nehéz, vagy illetve ez miért problémás? A tavalyi évben több olyan állami intézmény is felhívott minket azzal, hogy hát neki egy zsaroló vírus bizony letitkosította a fájait. Volt például a kedvencem egy szociális intézmény, ahol felhívott az igazgató, hát, hogy van ez a problémánk, segítsünk neki. Első kérdés, melyik gépet fertőzte meg? Hát melyiket? A gazdasági vezetőjét. És mi volt azon a gépen? Hát tulajdonképpen az egész intézménynek a könyvelése. És innentől, és a következő kérdésem arra irányult, hogy rendben van, van-e biztonsági mentésetek, majd visszakérdeztek, hogy az meg micsoda. Na hát akkor így nehéz lesz a fájloknak a visszaállítása, senki nem próbálkozzon azzal, hogy ezt a titkosítást visszafejti, hiszen annyira bonyolult némelyik, hogy szinte lehetetlen. Ám bátor, van olyan zsaroló vírus, aminek a visszafejtésére vállalkozhatunk, és erre az Interpol, illetve az Európa is indított egy saját programot. Ugye ezek is jobbára e-mailekben terjednek, a tipikus példája az invoice.pdf.zip, amikor is, hát hogyha maradunk a példánál, egy gazdasági vezető vagy egy pénzügyi vezető, nyilvánvalóan invoice mellékletet lát, tehát azonnal megnyitja, tehát mondanom sem kell, hogy itt ennek a kivédése szinte lehetetlen.
És akkor ami a tavalyi évben még nagy feltűnés keltett, és azt hiszem az amerikai elnökválasztási kampánynál csúcsosodott ki ez teljesen, az az úgynevezett állami hátterű kiberkémkedés, vagy állami hátterű támadásoknak a mesdjéje, és hát ez alapvetően ugye valamilyen ország, vagy valamilyen kormányzat ellen irányul. Itt azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos ez Magyarországon is így van. Egyre több olyan esettel találkozunk, amikor a nemzetközi szakmai fórumokon megjelent, és akkor így vehetjük például az említett amerikai elnökválasztási kampányt is, az ott megjelent fertőzések, vagy malverek, hívjuk ezeket káros kódokat, ezek sajnos Magyarországon is megjelentek, ami azt jelenti, hogy Magyarország is célpontja ezeknek a támadásoknak. Hát hogyan terjednek? Ebből is hoztam egy példát. Ez ránézésre egy abszolút valid e-mail. Föladta a NATO belgiumi Monsi központja, egy bizonyos Steve Smith nevezetű úriember, elküldte, most a címzetet azért akarom ki, mert az ügyfeleinkről adatot nem adunk ki, elküldte az egyik ügyfélnek egy nagyon egyszerű közönséges e-mail tulajdonképpen, kedves valaki, menj föl erre a linkre, és kövesd az ott megjelenő tartalmakat, aláírás abszolút valid. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy olyan e-mail, ami egy átlag felhasználó, egy átlag közigazgatási felhasználó számára nem hordoz magában semmi gyanút. A következő ezzel a probléma, hogy ezt a levelet nem az adta föl, aki ott látszik. A második probléma, hogy az a link amögött egy olyan káros kód van, ami a megnyitásával azonnal letöltődik, és onnantól kezdve az adott felhasználó számítógépéről tulajdonképpen bármilyen adatot távoli hozzáféréssel el tudnak vinni. A jellegzetessége az, hogy ez nem egy ilyen világba szétszórt levél, hanem meghatározott személynek szóló, tehát a közigazgatásban dolgozó, meghatározott embernek, meghatározott beosztásban lévő embernek szóló e-mail. És hát mondanom se kell, hogy mivel itt be tudtam mutatni, azért nyilvánvalóan mi ezt elfogtuk. A másik kedvenc példám, amikor egy magyar állami szervnek a webszerverén megjelent egy olyan, ugyancsak a médiában állami hátterű károskódnak nevezett egy állami hátterű kibertámadó csoportnak a károskódjára mutató link, és hát ezt egy nemzetközi partnertől kaptuk, hogy ezen a webszerveren lehet a probléma, és azt most nem raktam föl, de a következő van, ez egy Apache szerver és Apache Tomcat szerver, és a felhasználó név jelszóban a srácok kipróbálták, hogy mi lenne, hogyha beírnak azt, hogy Tomcat. Hát és sikerült. Nem volt nehéz, úgyhogy ennek a webszervernek a feltörése viszonylag egyszerű módon történhetett a támadó oldalról is, és hát bizony ki volt mutatva az, hogy egy nagyon komoly adat szivárgás történt, illetőleg különböző amerikai, Egyesült Királysági, holland, majd német célpontokat kísérletek meg erről a gépről megtámadni, többnyire egyébként jegyzem meg sikerrel. Az egésznek az volt a érdekessége, hogy ez a Trump megválasztását követő 13. órában történt, mármint ennek a webszervernek a megfertőződése. Tehát nagyon gyanús az összefüggés az amerikai elnökválasztási kampányban történtekkel. Köszönöm szépen a figyelmüket! Akkor téged kérnélek meg hasonlóra. Üdvözlök mindenkit, nekem nincs prezim. Pontosabban van egy 54 szlájdos, 2 órás verzió. Itt a egyetemen adtam elő egy órával ezelőtt, szerintem nem kíváncsiak.
ebben a pillanatban, úgyhogy én inkább megpróbálnék arról beszélni, hogy ennek az egész témakörnek milyen külső, mondjuk úgy, hogy piaci nézete van, illetve az, hogy ez egyáltalán miért van ez, ez az egész jelenség. Mindjárt magyarázatot is adnék az önkéntes kibervédelmi összefogás nevezetű szervezetre. Ez a szervezet, ez egy civil szervezet, és azt is elmesélem egy két mondatban, hogy hogyan jött létre. A 2011 környékén egy lázálomból egyszer én úgy ébredtem föl, hogy nagyon jó lenne, hogy az országnak lenne egy kiberhadserege. Ezt azért gondoltam így, mert abban az időben több ország is elindult ezen az úton, azóta még többen léptek már erre az útra. Vagyis olyan csapatot építettek föl, aki az országnak úgy általában, vagy mondjuk a nemzetnek a védelmével foglalkozik. Akkor egyébként egy nyoma nem volt a kibervédelmi intézetnek. Tehát egy logikusnak tűnő dolog volt, és amikor megkerestem ezzel a hadügyminisztériumot, mert ugye az ember a katonákkal beszél először, az mondja, hogy a védelem az egy katonai feladat alapvetően, és akkor azt mondták, hogy ezt majd ők megoldják. Ezenként nem nagyon lepődtem meg, általában azért a rendvédelem tudja a dolgát, és így vagy egész a dolgot intézik. Úgyhogy ez a szervezet, ez egy civil szervezetté alakult, és ennek a tagjai, ezek olyan kibervédelemmel foglalkozó specialisták, akik például kritikus infrastruktúráknál dolgoznak, mondjuk áramellátásban, vízellátásban, illetve pénzintézeteknél és egyéb szervezeteknél, és arra esküdtünk fel, hogy tulajdonképpen a mi erőforrásainkat egy bármilyen szervezet, akár legyen az egy kibervédelmi intézet, legyen az egy katonasság, legyen az egy rendőrség, azt tudja használni. És a mai napig is, hogyha van valamilyen balhé, idézőjelben, és abban a segítségre van szükség, akkor jövünk és pakoljuk a homokzsákokat. Tehát körülbelül ez a része, amit tartozik. A T-Systems került szóba, és ugye a meghívóba is szerepelt, én annak a cégnek az IT-biztonsági stratégiája vagyok, itt a Telekomhoz kötődő szervezet, ugye minden, ami Magenta, így talán egyszerűbben fel lehet ismerni. Erről a szervezetről is fogok majd pár mondatot mondani. A lényeg az, hogy a nem civil, hanem piaci üzemmódom az ez. Ezen kívül egyébként foglalkozom ennek a témának a jövő kutatásával is. Ezzel kapcsolatban írtam egy könyvet is, ami tavaly jelent meg. És az igazság, hogy ennek kapcsán nagyon sok szociálpszichológussal, pszichológussal beszélgettem arról, hogy mi emberek, mindannyian, miért dolgozunk így? Miért élünk így? Egyáltalán miért van az, hogy emberek rákattintanak teljesen nyilvánvalóan nem jó levelekre, illetve miért írnak bizonyos emberek olyan leveleket, amikre meg rá kell kattintani? Ezt a dolgot próbáltam meg valahogy megérteni, és azt meg kell mondjam őszintén, hogy miután én nagyon sokat beszélgettem ezekkel a szakértőkkel, akik az emberekhez értenek, ugye én mondhatom azt, hogy ilyen mérnökszerű üzembódú ember vagyok. Ugye a mérnökökre az a jellemző, hogy ha ők úgy gondolják, hogy az embereket, ha kihagynák az informatikai rendszerekbe, akkor tök jó működnek az ilyen. És ez egyébként igaz. Tehát ezt tegyük hozzá, hogy ez nincsen gond, csak az az igazság, hogy a rendszerek miattuk vannak, tehát ezért vannak benne emberek. Na most miután én beszélgettem sokat a szakértőkkel, arra a következtetésre jutottam, hogy reménytelen a helyzet. Tehát hiába foglalkozom több mint 20 éve ezzel a témával, ezt a problémát nem fogjuk megoldani, vagy legalábbis marad nagyon sokáig ez a kérdés. Na, ezzel most abba is hagyhatnám ezt a rövid bevezetőt, és akkor meg az egészet abba hagyhatnánk, mert úgy sincs értelme ezzel foglalkozni, csak hogy az emberiség nem így működik, megfigyelésem szerint ez mindig úgy van, hogy az emberek általában, ha találnak egy problémát, akkor ezt valahogy meg akarják oldani. Úgyhogy, ha egy kicsit közelebb megyünk a kérdéshez, ezek a példák, amiket itt Balázs mondott, ezek valahonnan elindulnak. Méghozzá onnan indulnak el, hogy ezek mögött egy nagyon erős hacker motiváció van, és mielőtt még valaki félreértené itt a dolgot, ezt Balázs is már pedzegette ezeket a kérdéseket, a hackerek, azoknak körülbelül az 5%-a az a kép, ami az átlag emberben él róla. Tehát a pattanásos arcú tinédzser, aki a mamájának a pincéjében feltöri a rendszereket, amikor nincsen kedve, éppen elfogyott a fát. Tehát ez 5% az összes hackerből körülbelül. És hogyha valaki egyébként ma a Google-be beírja azt a kifejezést, hogy hacker,
majd átkapcsol az image-ekre, akkor ott fog látni egy csomó kapucnis csávót, akik mögött ilyen nullák meg egyesek vannak írva. Ez az átlag elképzelés ma, egyébként nagyon sok ember, és a médiában is a hackerek. Nekem van itt egy holland hacker ismerősöm, aki azt mondta, hogy ő azért sem használ kapucnit, mert gyakorlatilag a pizzával állandóan összekenni. Tehát gyakorlatilag több okból sem stimmel ez a kapucnis dolog. Tehát nekik nem is praktikus benne így éppen nem lát az embertől. Na szóval, ami a lényeg, komolyra fordítva a szót. Az elmúlt években például a zsaruló vírusok készítői nagyon megszedték magukat. Ezek a számok, amiket Balázs idézett, ezek $1 milliárd éves árbevétel jelentettek a készítőknek. Tehát azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen bármelyik biznisz, amivel önök foglalkoznak, hogy mi az ennél biztosan rosszabb. Ez egy nagyon jó biznisz, ez egy év alatt ment föl olyan 20-40 millió dollárról, egy év alatt 1 milliárd. Mondjon bárki nekem egy olyan biznisz, ami ennyi idő alatt ilyen bevételre tesz-e. Nincs, nem létezik. Ez a bűnözésnek egy nagyon fejlett formája. És ebből az következik, hogy a bűnözői csoportok azok meg tudják fizetni azokat az embereket, akik ilyen e-maileket tudnak írni. Sőt, sokáig a magyar nyelv az egy ilyen titkosító algoritmusként működött, mert hát ugye a mi nyelvünket kevesen beszélik, ergo, hogyha kapunk egy olyan levelet, hogy ön nyer, kedves résztvevő, szeretnénk gratulálni, tehát hogy akkor az ember megnézi, és hát ez nem stimmel. Na hát az a szomorú vélet, az a szomorú helyzet, hogy ez az idő is elmúlt, most már megfizetik azokat a szakértőket, akik lefordítják megfelelő minőségben ezeket a leveleket angolról, vagy bármilyen nyelv. Magyarra, úgyhogy az ami terülbevítése került, mindenki lehet targetált áldozat, és fog is kattintani. A biztonsági szakértő is, velem is előfordult már, hogy percekig nézegettem egy levelet, hogy rákattinthatok, vagy nem kattinthatok rá. Velem is volt már probléma, hogy nálam is előfordult. Most amit ebből ki akarok hozni, az, hogy ez egy nyereséges dolog, amit nagyon profi szakértők csinálnak, és most már ezek a profi szakértők, ezek együtt dolgoznak gyakran állami szervezetekkel is. Vagyis most már az államilag szponzorált támadások nagyon nagy mennyiséget adnak ki a támadástípusokból, és ha valami mögött ott van az állam, például a kínai állam, akinek kb. 30-40 ezer hekkere van, akkor én azt gondolom, hogy szinte mindegy, hogy otthon mi a vírusító, amit csinálunk. Egyébként nem azt mondom, szinte mindegy, mert egyébként nem azt akarom mondani, hogy akkor kapcsoljuk ki, mert akkor még nagyobb baj lesz. Csak arra akarom fölhívni a figyelmet, hogy ez a probléma, ez nagyon-nagyon magas szinten túlnőtt már az általános megoldó képességünkön. Pár évvel ezelőtt érte el 400 milliárdot az a szint, ami veszteség származik a világon összesen kiberbiztonsági problémákból dollárban. Ez a szint, ez már messze meghaladja a drogokkal kapcsolatos problémáknak a szintje. Tehát az a kérdés, amiről mi beszélgetünk most, ez már a drogok szintje, tehát a drogok problémájának, a bűnözésének a szintje. És én biztos vagyok benne, hogy azok az emberek, akik most itt kint sétálgatnak az utcán, megkérdezem tőlük, hogy szerintük miből van ma nagyobb baj a világon, a drogokból vagy a hackerekből, biztos vagyok benne, hogy a drogot mondanák elsőre. Egyszerűen nem érzékeljük, nincs a közelünkben ez a dolog. Ez is, amiről beszélünk, egy ilyen távoli dolognak tűnik. De én azt szeretném üzenni, hogy ezért nagyon fontos, hogy ezekről a témákról beszélgessünk, hogy ez egy közeli kérdés, ez itt van nálunk helyben. Ezek a példák is mutatják, a mailboxunkban vannak ezek a problémák, az asztalunkon vannak ezek a gondok, és ezekkel foglalkozni kell. Van egy másik aspektus, amit még szeretnék kiemelni. A másik aspektus ennek a dolognak a tempója. Ugye itt most arról beszélgetünk, hogy tudom én, normál környezetben, hogy történt egy betörés, mondjuk tavaly nem tudom mikor, azt akkor Balázsék elemezték, vagy a T-Systemsnek van egy szoftverközpontja, ott a kollégák elemezték, és akkor úgy kielemezgetjük, és akkor átbeszélgetjük, írunk belőle egy történelemkönyvet. Ez nagyon jó hangzik. Ez mondjuk úgy, hogy így működött mindig a világon eddig. Csak hogy most az egész dolgnak a tempója alapvetően megváltozott. Tavaly például a Anonymous csoport összesen 2 perc alatt pakolta ki a Fülöp-szigeteki választási rendszerből az összes választóknak személyes adatát. 2 perc alatt 56 millió adat, 80-valahány gigabájtnyi információ. Meg lehet találni YouTube-ra, fölmegy az ember, beír egy Anonymous, Fülöp-szigetek, Komelek, Enter, ki fog jönni a videó, meg lehet nézni. 2 perc. 2 perc alatt egy jól fejlett informatikus visszaér a konyhából, a kávéjával, és leül megnézni, hogy mi történt.
Tehát nem a történelemkönyvnek a kategóriában vagyunk, nem arról van szó, hogy itt bármire van időnk, itt semmire nincs időnk. Két perc az annyinak a fele, amit ott beszélek, vagy a negyede. Ennyi idő alatt lehet, hogy éppen megint kipakoltak a adatbázis. Tehát, ahol ki akarok jutani, ez azt, hogy mindenkit érint, egy nagyon nagy probléma, óriási tempóban, sebességgel zajlik, nagyon sok pénz van benne, és ezért nekünk a túloldalon, a védelem oldalán ilyen módon kell ez a kérdéshez hozzáállni. Például a T-Systemsnek van egy ilyen SOC központja, ez egy ilyen Security Operation Center központ, ahol 7x24 órában több kolléga dolgozik azon, hogy akár percek alatt végrehajtson egy védelmi intézkedést, egy incidensre, hogyha az látják. A mai átlag ma még mindig az Magyarországon, hogy másfél kötőjel 4 nap alatt oldunk meg például egy zsaruló vírussal kapcsolatos problémát egy szervezetben, aki felkészült, és egy egyszerű problémáról beszél. Tehát nem arról, amikor a kínai hadsereg vagy az orosz hírszerzés el akar helyezni egy kormányzati oldalon valamit, hanem amikor egy egyszerű problémáról beszél. Ezzel párhuzamosan van egy másik kérdés is, és ezzel zárnám a gondolatébresztést. Michael Hayden, aki az amerikai titkosszolgálatoknak, vagy a CIA-nak volt vezetője, egy előadásban egy nagyon érdekes dolgot említett. Azt mondta, hogy ha most ezen a helyen itt éppen tűzött ki, akkor fölhívjuk a tűzoltókat, igaz? Hogyha valaki rosszul lesz, hívjuk a mentőket. Hogyha valakinek ellopják a tárcáját, akkor hívjuk a rendőrséget. Az a kérdés, hogy kit hívunk akkor, hogyha valahol betörnek a hackerek. Ki tudja a telefonszámot? Elméletek föl lehet hívni a Balázsékat, és gyakorlatban is bizonyos helyzetekben még tudnak is valamit segíteni. De az igazság, hogy ez csak egy szervezet, valamelyik karataggal, akinek egyébként az alapfunkciója nem az, hogy az egész univerzumnak az összes problémáját megoldja, és nem is fogja nyilván. Tehát gyakorlatilag ma, amíg az emberek, és ez nem csak itt van így, hanem az USA-ban is, nem tudják azt a telefonszámot, hogy mit szellemírtók, akármilyen fogalom is, amit be kell írni, hogy 1-800 IM hacked, addig ez a probléma, ez bizony az embereknek a mindennapos készségszintje fölött lévő gond, amit nem tudnak megoldani. És akkor végezetül tényleg zárásként, az pedig, hogy hányunknak nincsen mentése az otthoni rendszeréről, vagy ha van, akkor abban mi van benne, és hány napos, és vissza tudja állítani, valaha már kipróbálta el például, ugye? Ez a helyzet, ez nem csak velük van így, hanem a vállalatokkal is. Tehát nekik sincsen általában mindenről mentésük, ők is bekapják ugye ezeket a dolgokat, és csak azért, mert sok ember dolgozik ott, az nem jelenti, hogy ők okosabbak, hanem csak azt jelenti, hogy sokkal több adatuk van, amit a hackerek el tudnak lopni. Na, hogy ez az alapállapot, aztán, hogy ebből mit hozunk ki, az majd mindjárt kiderül. Köszönöm. Köszönöm. Két informatikus beszélget, és az egyik megszólítja a másikat. Te tudnál nekem adni 1000 forintot? A másik, adok 1024-et, hogy kerek legyen. Tehát, hogy valahol ez az a megközelítés, amiben mi mindennapi emberek, még hogyha adott esetben rendelkezők is informatikai vénával, meg azok, akik a másik oldalon vannak, és adott esetben rossz szándékkal jelennek meg, a logikájukban alapvetően különböznek tőlünk, és így próbálnak meg azokból a lehetőségekből és nehézségekből maguk számára a gazdasági elnék kovácsolni, amikről Balázs és Artúr is már elbeszéltek. Egy kicsit személyes jellegűvel szeretném kezdeni. Artúr már néhány dolgot említett, de hogy mind a kettőtöktől szeretném azt megkérdezni, hogy tulajdonképpen mik a ti személyes motivációitok, úgy, mint Keleti Artúr és úgy, mint Bencsik Balázs, és hogy abban a szervezetben, ahol ti jelenleg különböző felelősségben vagytok, ezekkel a szervezetekkel mit szeretnétek elérni? Balázs. Köszönöm, hát nekem nagyon könnyű a helyzetem, hiszen én ugye a nemzetbiztonsági szakszolgálaton belül egy törvényi vagy egy jogszabály okán kaptam ezt a feladatot. Ugye itt, és ez azért is érdekes, mert vagy azért szeretném ezt kiemelni, mert ez a dolog, ez úgy lett, és akkor most direkt fogalmazok így, hogy egyszer csak a kormányzatban is elkezdett valaki arról beszélgetni, hogy ahogy egyébként az Artúr említette, hogy egyre többször beszélünk adatbiztonsági kérdésekről, egyre többször beszélünk információbiztonsági kérdésekről, a kormányzaton belül kit hívunk fel?
És ugye mindenki széttárta a kezét, hogy hát nem tudjuk alapvetően, hogy kit hívunk föl. Fölhívhatjuk a tűzoltókat, elárasztják a szervert, akkor lehet, hogy meg lesz oldva a probléma, de alapvetően nem tudtuk, hogy kit hívjunk föl. És nekem személyesen az a lehetőségem adott, hogy én ennek az egésznek az előkészítésében, kialakításában, gondolkodásában részt vehettem. Először csak távolabbra, aztán egyre közelebbről. És hát a valamit létrehozni valahon, a semmiből, tulajdonképpen ez egy óriási dolog volt, főleg, hogyha ezen a kibertér területen gondolkodunk, vagy ebben a kibertérben dolgozunk. Úgyhogy a mi szervezetünk, bár mondom még egyszer, alapvetően kormányzati fókuszú, tehát hogy a mi ügyfelünk az állami és önkormányzati szervezetek, de azért mégis azt gondolom, hogy, hogy nem csak ez a kör, aki számára érdekeset vagy hasznosat tudunk nyújtani, hanem azért reményeim szerint a szélesebb, akár vállalati, akár lakossági ügyfélkörnek is tudunk valamilyen hozadékot, vagy valamilyen pozitívumot hozzátenni a kiberbiztonságához. Csak még egy kérdés, az Artur előadásában elhangzott, hogy igaz, hogy nem pozitív, de inkább nem értem, volt egy álma, hogy Magyarországnak is legyen kibervédelmi hadserege. Van Magyarországnak kibervédelmi hadserege? Hát, ha lehet erről beszélni. Én azt gondolom, hogy abban van az ha hadsereg nincs is a szószoros értelmében, hanem inkább az érték abban van, hogy én fel tudom hívni az Artúrt, vagy fel tudom hívni azt a másik 30, hát talán az lehet, hogy sok, nem, 30-at nem, de tehát pár tíz olyan embert, aki ehhez a témához érdemben hozzá tud szólni. És azért mondom, hogy pár tíz, mert Magyarországon, valljuk meg őszintén, de ilyen szakemberből tényleg 50-nél kevesebb van. Köszönöm, Artúr. Ti hoztátok létre kb. 10 évvel ezelőtt például az Informatikai Biztonság Napja nevű konferenciát, amire azóta is az elmúlt években is és idén is sor fog kerülni. Ez mennyire illeszkedik ebbe a képbe? Erre sokkal egyszerűbb a válasz. Tehát 2005-ben volt az első Informatikai Biztonság Napja. Az úgy indult el, hogy én nekem gyakorlatilag nagyon elegem lett abból, hogy bármikor bekapcsolom a rádiót, vagy nézem a tévét, és mindennek van napja. Tehát a mag nélküli dinnyének, meg a fullám nélküli méheknek, meg mindenek. Csak ennek a témának nincsen. És egyszerűen nem is értettem, hogy egy olyan dolog, ami egyébként ennyire fontos, és most próbálok nem ilyen, ez a nagyon szemellenzősen néz, de gyakorlatilag mindenünkben informatika van. Tehát gyakorlatilag ebben a kupakban még csak azért nincs, mert még nem éri meg beletenni. De egyébként pár éven belül lesz benne, mert hát annál nagyobb visszajelzés mondjuk a gyártónak, aki ezt a üdítőt gyártja, hogy mi hányszor tettük vissza a kupakot, mennyit iszunk és ilyesmi, ez a kincs, hát ebből lehet pénzt csinálni. Magyarán mindenben informatika van, ugye szóba került, hogy 50 milliárd eszköz lesz majd rövidesen, nem olyan sokára. Mindenben informatika van, hogy ezzel a témával nem foglalkozunk. És akkor elkocogtam az akkori informatikai és hírközlési minisztériumban, akkor még volt, reméljük majd talán egyszer lesz majd megint. És akkor azt mondták, hogy jó, ezen én is meglepődtem egyébként. És mi történt? És az történt, hogy létrehoztuk ezt az Informatikai Biztonsági Napot, ami most arra már egy nagy rendezvényé duzzadt. Ez egy szakrendezvény, de ahhoz képest 2000 ember látogatja, ami Magyarországon az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb informatikai rendezvényé tette. Tavaly előtt például az FBI-nak a kibervédelmi igazgatója nyitotta meg a rendezvényt, tavaly az Interpolnak egy biztonsági igazgatója, és hát sok minden érdekeset láttunk. Ezt például kifejezetten azért hoztuk létre, mert én úgy éreztem, hogy szükség lenne egy ilyen hiánypótló dologra. Egyébként idén, nem tudom, hogy majd úgy folyik-e a beszélgetés, hogy erre soha került, gyorsan leütöm. Idén egyébként a mesterséges intelligenciáról lesz szó, meg a gépekkel kapcsolatos témákról, ami egy rendkívül izgalmas, időnként hátborzongató, időnként meg fantasztikus utazás. Úgyhogy például Csányi Vilmos, akit nem tudom, hogy mennyire ismer a hallgatóság, etológus, ő is részt fog venni és előad a konferencián, nemrég írt egy mesterséges intelligenciával kapcsolatos, nagyon érdekes könyvet. Itt szintén az előadásodban elhangzott, és mind a ketten beszéltetek a zsaruló vírusokról. Van egy Acronis nevű IT-biztonsági cég, és ez szerint 2017 a hírességek, a kormányzati intézmények, nagyvállalatok és felhasználók milliói ellen irányuló rendkívül sikeres, és nagy
média visszhangot kiváltó zsaroló program támadásokból lesz hangos, és a kiberbűnözők legalább 5 milliárd dollárt csöpörnek be. Ja, Artur tavaly évre mondta az adatot, 1 milliárd dollár, ez idén már 5 milliárd dollárra fog növekedni, tehát ez az exponenciális fejlődés ezen a téren is sajnos még jobb lesz. Igen, tetten érhető lesz, hogy szintén utaltatok rá, de a részletek is engem érdekelnének, hogy Magyarország ezen a téren milyen pozíciót foglal el. Tehát, hogy attól, hogy mi egy kisebb ország vagyunk, Magyarország. Mert mennyi bevételünk beszélünk, akár hogyha tudsz ilyen számot mondani, akkor akár az is, de hogy például a kiberbűnözés, digitális biztonság globális térképén mi hol vagyunk egyáltalán. Tehát, hogy akár mint célpont, akár mint felkészültség területén. Hogy erre vannak-e, vagy nem tudom, kormányzati összehasonlítások készültek-e, ismertek-e jó példákat? Hát azt tudom mondani, hogy a tavaly évben megjelent az első magyar nyelvű, magyar kódolású, bocsánat, azt azért tudom, hogy magyar kódolású, mert tudom, hogy ki csinálta, magyar kódolású zsaroló vírus. Egy hungarikum, nem? Hát egyébként mi Hunlokinak hívtuk. Ez a Loki-nak a magyarosított verziója. Tehát amikor ez megjelent, akkor tényleg mi is ledöbbentünk, hogy akkor odaig jutottunk, hogy egyébként jegyzem meg, ezeknek az alapjai megvásárolhatók valamilyen, nem tudom, csak így a felszínesen deep webnek nevezett helyeken, tehát hogy ezeket lehet vásárolni egyébként. Na most azért a magyar lélek azért az megmutatkozott, hogy az nem a hagyományos módon próbálta megszedni az áldozatait, hanem ilyen furmányosan. Tehát akkor gondoltuk, hogy ez biztos, hogy magyar lesz, tehát látszott az, hogy ebben van egy ilyen magyaros trükk, és hát valóban, és be is igazolódott egyébként. Úgyhogy a tavalyi évben odaig eljutottunk, hogy akkor Magyarország is büszke lehet arra, hogy előállított egy zsaroló vírus. Hála Istennek, hogyha jól tudom, akkor azért olyan túl sok áldozatot nem szedett. De én azt gondolom, hogy mivel tavaly például arról is cikkeztek, illetőleg a médiában is meg lehetett hallani, hogy például egészségügyi intézmények, tehát kórházak esetében is felütötte ez a zsarológus a fejét, senkinek sem kell azt hiszem ecsetelni annak a jelentőségét, hogyha egy egészségügyi intézményben egy elektronikai informatikai rendszer megfertőződik vele, és hát nem tudunk hozzájutni ahhoz az információhoz, az éppen halálos ágyon fekvő betegnek pontosan mennyi különböző gyógyszert kell adni. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez egy rendkívül fontos kérdés, és akár élet-halál kérdés is lehet bizonyos esetekben. Én azt láttam, hogy Magyarország az áldozatok szempontjából pontosan ugyanolyan kitett, mint bármelyik másik ország. A kollégák, amikkel beszélgetünk, az incidensenek a jelentős része a zsarolóvírusokból származik. Főleg azért, mert nagyon könnyen be tudnak kerülni a rendszerbe, gyorsan kattintanak a felhasználók, ugye ez egy ilyen emberi dolog. Magyarországon pontosan ugyanannyira szeretnek az emberek gazdagok, híresek lenni, könnyen hozzájutni dolgokhoz, pláne ha siettetik őket, mint ahogy ezeknél a vírusoknál nem ritka, hogy ugye visszaszámláló dolgok is vannak, hogy azonnal kell lépni. És arról is tudunk, hogy több magyarországi szervezet vásárolt bitcoint is, ugye ez az a fizetőeszköz, ami segítségével lehet anonim fizetni a zsarolóvírusok gazdáinak. Persze a bitcoin nem csak erre van, tehát mielőtt még valaki úgy gondolja, hogy szegény bitcoint itten célkereszt alá vettük, bitcoin másra is jó, de feltételezem, hogy a legtöbb szervezet nem azért vásárolt bitcoint, mert azzal szeretne cégeket vásárolni, meg nem tudom, csak anonim költeni a pénzt, meg ilyesmi. Tehát én szerintem inkább ezért. Úgyhogy vannak ilyen jellegű áldozatai is. Egyébként azért hozzá kell tenni, hogy vannak elég tehetséges magyar, hát nem szívesen mondom, hogy kollégák, de mondjuk hogy biztonságban értő emberek, akik azért elég ügyesek kódolásban. Ezek az emberek az én tudtommal nem Magyarországra dolgoznak alapvetően. Tehát azért van egy ilyen szabály, hogy azért az ember, hát nem mondom ki, de szerintem mindenki tudja, hogy nem oda csinálja a dolgot, ahol dolgozik. És ez itt is érvényes, tehát van erre is példa, sajnos. Ha ilyen rosszul a kérdés, akkor van sajnos ilyen. És azt hadd kérdezzem meg a közönségtől, hogy van, akit már ért, mondjuk zsaroló vírus, vagy szenvedett el adatvesztést, vagy netalántán
fizetett is azért, hogy a titkosított adatait visszakapja. Én nekem egy olyan élményem volt ezzel, ha jól emlékszem, 3 éve hozott egy ismerősöm, egy egyetemis találj, egy laptopot, hogy úristen, úristen, mi történt? És egy nagy PRFK-logós kép volt rajta, egy ilyen szép zsaroló vírussal, úgyhogy én ezt szerettem is volna kérdésként felrakni, hogy ez a tavalyi írású magyarként azonosított ez a honlapi, előtte akkor ezek úgy léteztek, hogy fogta, egyben megvette, és csak kicserélte rajta a frontot? Azért is hívtuk honlokinak, mert a lokinak a kódolásán alapul tulajdonképpen egy kis, hát nem kicsi, de tehát azért fel lehetett fedezni azt, hogy honnan, hova ért el a kódoló, igen. Tehát igen, tehát ez alapvetően nem kell újat kitalálni. Ugye, hogy miért érdekes ez? Azért érdekes, mert ugye amikor megjelenik egy zsaroló vírus, azért azok a vírusírtó, gyártó vagy antivírus cégek, ugye, akiknek a különböző termékei futnak a saját gépeinken, ugye ezek is érzékelik nyilván ezeket a különböző hívjuk vírus terjedésnek, nem szeretem ezt a szót használni, de mindegy. És akkor ugye erre építenek egyfajta megoldást, hogy hogyan tudja a antivírus termék ezt megfogni. Na most ez egy ilyen folyamatos verseny, hogy az antivírus gyártó cég beépíti, majd jön a következő, mi úgy hívjuk, hogy kampány, jön a következő kampány, nagyon picit módosítanak rajta, és azt az antivírus termék már nem fogja meg. És akkor ez, ugye ez egy folyamatos munkát ad az antivírus gyártóknak, én egyébként biztos vagyok benne valamilyen módon, hogy ez egyfajta ilyen pénzügyi újratermelődés, tehát azt a rengeteg pénzt, amit zsaroló vírusokban beszedünk, azt valahova el is kell költeni. Egyébként az a legjobb, hogyha biztonsági termékeknek az előállításában fordítjuk, mert ugye azt is újra akkor már el lehet adni. Tehát ugye ez egy jó körforgás, és akkor bizony egymást követik ezek a különböző verziók, és ott vagyunk, hogy ahogyan az Artur is említette, hogy tulajdonképpen nincs idő. Kijön egy termék, rögtön megjelenik egy variáns, és már nem fogja meg. Egyébként ezeknek a zsarolóvírus motoroknak, ha lehet így fogalmazni, van egy ilyen másodlagos, vagy egy ilyen belső piaca. Ezekben vannak különböző kittek, például mondjuk az Angler, az egy ilyen kit, és ezeket a kiteket ugye meg lehet vásárolgatni a dark webben, meg mindenféle egyéb forrásokból megveszik, és akkor utána egyébként, tehát ugye az igazán jó biznisz, tehát hogyha hogy most üzletről beszélünk, az az, hogyha az embernek nem kell új dolgot csinálni. Hát ugye azt lássuk be, hogy a zsarolóvírus, az ugye szemben kiírtunk mindent, vagy leállítjuk mindennel szemben, ez egy komoly ügyfélszolgálati mechanizmus, igaz? Mert ugye elküldjük a zsarolóvírust, majd az embert megfenyegetjük mindenféle dolgokkal, majd azonnal a barátja leszünk. Mert onnantól meg akkor fog fizetni, ugye, hogyha kényelmesen tudja a dolgot csinálni. Itt egy kizárója, csak a félelmetessége, meg a szintje, a fejlesztés szintjénél, ott tartunk ma, hogy létezik már olyan kínai zsarolóvírus Androidra, ahol rájöttek arra a problémára, hogy a mobiltelefont az ember letitkosítják, akkor azon marha nehéz fizetni, igaz? Mert már le van titkosítva. Tehát kell hozzá egy másik telefon. Az meg nem biztos, hogy kéznél van. Ez nem jó az üzletnek, idézőjelben mondom. Tehát elkezdtek hangfelismeréssel kísérletezni. Tehát már van olyan zsarolóvírus, ami a telefonban lévő hangfelismerő motorokat használja, és az ember be tudja neki mondani, hogy igen, szeretnék kifizetni nem tudom hány bitcoint a hackernek, és akkor azt mondja, hogy jó, rendben van, akkor adja meg a nem tudom adatait, tehát kiszolgálják az embereket. Vagyis, mivel ez egyébként is egy drága dolog, tehát ilyet fenntartani, ügyfélszolgálatot, vannak ilyen chat szobák, ahol be lehet jelentkezni, QR kódokat írnak ki, ezek egy-két ilyen zsarolóvírus, amit a lefotóz az ember, akkor elviszi arra a weboldalra, ahol beszélgethet a hackerrel, aki segít neki, hogy hogyan tudja kifizetni a pénzt és visszakapni az adatát. Tehát magyarán ezt működtetik, vagyis minél olcsóbb a motor, annál többet tud az ember keresni. Tehát nem kell újra csinálni az egészet, ráadásul még lehet, hogy nem is fog jól működni, még csak azt kéne, hogy nem tudom rendesen betitkosítani az embernek a laptopját, és a végén valahogy visszakapja az adatát, anélkül, hogy fizetne, hát ez nem jó. Tehát magyarán használják ezeket, és például amit említettem az Angler kitnél, megfigyelhető volt, hogy
Az Angler Kitnek volt egy író csapata, akit elkaptak egyébként, ez egy ilyen összehangolt akció volt, egy ilyen nemzetközi akció, elkapták a csapatot, és hirtelen probléma lett a termék támogatásával, igaz? Mert nem volt senki, aki ezt a terméket a fekete piacon a hackereknek támogatta volna. És le is esett egyébként ezeknek a támadásoknak a száma, egészen egy fél évvel később, amikor valaki látta, hogy itt rés van a piacon, és fölélesztette ezt a dolgot, elkezdte megint támogatni ezt a kitet. Szörnyű, de az, az igazság, hogyha valamiben több milliárd dollár van, akkor kialakul egy ilyen piaca, ami úgy elkezd működni, hogy a kapitalizmusnak kell működnie. Nyilván valahova ezt a pénzt is kell szórni, kitekbe, supportot kell hozzáadni. Szomorú, de ez egy élő, ez, innen, ezért működik jól, mert egy élő flóra és fauna. Bocsánat, csak még egy kérdés, hogy ne ragadjunk le ennyire a zsaroló vírusoknál. Említettem a kormányzati szolgáltatások elleni DDoS támadást. A kollégák megnézték, hogy akkor ugye mekkora, látszott az, hogy mekkora adatforgalmat generál az NTG-n, a távközlési gerinchálózatban ez a támadás, és gyorsan megnézték így az idézőjelbe vett Deep Web-en, hogy mennyiért lehet most egy ilyen DDoS támadást vásárolni, és arra jutottunk, hogy a kormányzati rendszer elleni támadás, ugye, ami tulajdonképpen lebénította az egész kormányzatban az internetezést, azt óránként 25 dollárért meg lehetett vásárolni. Tehát, hogyha összeadjuk, az egész nem volt több 100 dollárnál. Tehát 100 dollárból konkrétan le lehetett doszolni egy kormányzati szolgáltatást. És akkor csak nem vettek drágábbat, gondolom, mert az egész. Nem, az volt az érdekes egyébként, hogy amikor ugye elkezdtünk védekezni ellene, akkor befejeződött, egy meghatározott limitet elért, akkor sikerült idézőjelbe visszaverni, és akkor látszott az, hogy ez visszajön. Egy magasabb akkor, szolgáltatási szint volt. Igen, tehát akkor nyilvánvalóan a kedves kolléga elment a webáruházba, vett akkor még két órányi DDoS-t egy nagyobb limittel, és akkor újra ráengedte. Ez látszott így. És egyébként itt a rossz fiúknál mi a lebukásnak a következménye? Tehát hogyha egyáltalán le tudnak bukni? Mert azért ritkán, de lehet hallani a nagy neveket, akik akár legendássá is válnak, hogy utána átállnak a jó oldalra, és elkezdik edukálni az embereket, hogy hogyan védekezzenek a korábbi rossz ényével szerzett tapasztalatuk alapján. Tehát, hogy mi történik Magyarországon azzal, aki ilyet csinál és lebukik? Hát megpróbálkoznék én, mert Magyarországon azért ez nem jellemző, vagy csak tényleg nagyon elvétve. De azért azt kell, hogy mondjam, hogy éppen a minap Amerikában megjelent egy cikk, hogy hány hackert vettek őrizetbe. És hát azért azt kell, hogy mondjam, ugye mi nem foglalkozunk azzal, hogy pontosan felderítsük, hogy kik azok a természetes személyek, akik ezeket a sok esetben bűncselekményt legminősülő cselekményeket elkövetik. Viszont azt kell látni, hogy azért ahhoz, hogy egy támadás mögött megtaláljuk a természetes személyt, ahhoz nagyon sok mindennek kell egyrészt rendelkezésre állnia, tehát nem csak információknak, adatoknak, hanem egy olyan nemzetközi összefogásnak, különböző bűnöldöző szervezetek képességeinek, illetőleg nemzetbiztonsági szervezetek képességeinek, ugye, ami azért a világban nem sok helyen van meg, vagy létezik. Nem véletlen, hogy a nagy hackereknek az őrizetbe vételét jellemzően Észak-Amerikában, Oroszországban, Kínában, illetőleg egy-két ezen fókuszpontokhoz kapcsolódó egyéb helyen történik meg, vagy az ahhoz kapcsolódó szolgálatok hajtják ezt végre. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogyha realizálni akarunk, akkor a realizáláshoz nem csak jó kiberbiztonsági szervezetre van szükség, hanem nagyon jó law enforcement, vagy hát nagyon jó nemzetbiztonsági és bűnüldözői képességekre. Bocs, ehhez még egy dolgot hozzátennék, hogy sajnos kis arányban, én is ezt megerősítem, nagyon kis arányban kapják el a hackereket. És ennek van még egy másik oldala is, hogy egy eléggé ingoványos talajon jár, de neked jogász a szakmád, így ezt jobban tudod, bocs, ha rossz kifejezést használok. Tehát, hogy ilyen szóval, hogy eléggé ingoványos talajon jár mondjuk egy jogalkalmazó,
amikor megpróbál valakit mondjuk így fülöncsípni, mert mondjuk például a nulladik napi sérülékenységek, amiknek a rövid értelmezése az, hogy olyan kritikus hibák szolgáltatók, gyártóknak a rendszerében, amit még senki nem ismer, ezért nulladik napi, tehát a gyártó maga sem tudja, hogy sérülékeny az adott rendszere, ezeknek van egy piaci kereskedelme, és konkrét ára is. Tehát például mondjuk ennek a iPhone-nak egy olyan sérülékenysége, amit még nem ismerünk, az olyan 100 000 és 1 millió dollár közötti összegbe kerül. De létezik, és ennek van piaca, és vannak olyan emberek, sőt cégek, akik nyíltan felvállaltan árlistával árulnak ilyen sérülékenységeket, amiket meg lehet tőlük vásárolni. Ugyanis a törvényalkotás a mai napig nem tudta igazából rendbe rakni ezt a kérdést, és ez részben a felvezetőhöz kapcsolódó probléma is. Olyan dilemmák tarkítják ezt a kérdést, amik nem teszik lehetővé, hogy egyértelműen értelmezzük, hogy ez egy kiberfegyver, amit azonnal be kell tiltani, vagy valójában egy eszköz, amit lehet rossz dolgra is használni, meg jó dolgra is használni, meg is. Magyarán, itt még van néhány szint, például most például jó aktuális példa, tegnap tartóztatott le az FBI egy olyan srácot, egy amerikai srácot azt hiszem, aki egy olyan eszközt készít, amivel távolról be lehet lépni rendszerekbe, és ott végre lehet hajtani magas szintű, ilyen adminisztrátori szintű utasításokat. Ezt ő hivatalosan árulja pénzért, támogatást ad hozzá, mert egyébként ez az eszköz tényleg föl lehet használni jó célokra is. Egy rendszergazda is be tud vele lépni egy távoli rendszerbe, biztonságosan teheti ezt, ilyesmi. Az FBI viszont azt mondja, hogy miután majdnem minden hacker, aki él és mozog a piacon, vagy nem minden, nagyon sokan használják ezt az úgynevezett eszközt, a Neocore, azt hiszem ez a neve, Nanocore nevezetű ilyen remote access tool, ilyen red tool, miért nagyon sokan használják, ezért ez az ő hibája. És most, tudom én, hogy nem emlékszem, hogy hívják ezt, amikor az ember kivásárolja magát, ugyan kell. Köszönöm. Óvadékért most otthon védekezik, de igazából nem tudja, hogy mi fog történni, mert tulajdonképpen ő, és akkor itt ez egy ilyen záró gondolat, egy hibát követett el életében, az az, hogy amikor elkészítette ezt a cuccot, akkor nem kipakolta az apple.com-ra, hogy akkor tessék innen megvásárolni, hanem olyan fórumokban kezdte el árulni, ilyen hacker fórumokban, ahol egyébként ilyen túlok, meg olyan túlok is vannak. És ezért most tulajdonképpen azt a bélyeget sütötték rá, hogy ő tulajdonképpen hackereket táplál. És lehet, hogy igaz? Ezt nem tudjuk. Na most erre varja az ember gombot, ugye? Hogy most akkor ezt a srácot elítéljük, nem ítéljük el, most akkor ő hackereket támogat, nem támogat? Jó fiú, vagy nem fiú? Tehát nagyon nehéz ez, és ez a klasszikus helyzet, ami ugye a filmekben van, hogy a kommandós rátöri az ajtót a hackerre, aki ott ül kapucniban, és éppen töri fel a rendszert, és ott villog a izé, ez azért nem túl gyakori. Tehát ezért a kollégáknak sincs könnyű dolga, mert ugye egy olyan jogkörnyezetben mozognak, meg egy olyan nehéz felderíthetőséggel, hogy ez a legritkább esetekben forduló részt meg tudják tenni. Úgyhogy ezzel nem véletlenül választják sokan ezt a hivatást. Hogy ugye említetted a mesterséges intelligencia előretörését ezen a téren, de ugyanakkor azt érezzük mindennyi, hogy ez nagyon erősen még a humán intelligenciához kötődik, de hogy ez egyre jobban el fog válni. Ugye egy részről ugye van egy szakember hiány. Pár napja, talán a múlt héten olvastam, hogy a magyar rendőrség is piaci béreket kínál IT-biztonsági szakembereknek pont azért, hogy ezt a jellegű tevékenységét meg tudja erősíteni. Ezt mi is olvastuk. Igen, tehát hogy ez nektek, mint T-Systems, meg egyfajta fenyegetést jelent, hogy tőletek az embereiteket. Nem az. El tudná adott esetben szitkázni az állam. De hogy hogyan találjátok meg ti azokat a tehetségeket, akikkel együtt dolgoztok? Itthon vannak ezek, vagy itt is? Válaszoljon az a következő, az egyik kollégáknak hát szerintem nagyon frappáns megfogalmazását hadd hozzam, hogy eljutottunk abba a korba, amikor egymástól lopkodjuk az embereket. Uh-huh. És ez az egymástól való lopkodás, ez egy olyan vicces szituáció eredményez, hogy egyik nap beszélek a srácsal egyik cégtől, majd eltelik egy-két hónap, felhív egy másik cégtől. És akkor megkérdezem, hogy ez hogy van, hát akkor ő átment oda. És nálunk is ugyanez van, hogy hozzánk is bekerülnek a fiatalok. Nyilván szereznek egy
nagyon jó gyakorlatot, hiszen azért bajuk meg őszintén nálunk legálisan lehet adott esetben hacker tevékenységet űzni, azért ez szerintem egy eléggé csábító és vonzó lehetőség. Bejönnek ezek a srácok, lányok, és hát egy ideig ugye kitanulják a szakmát, eljutnak bizonyos szintre, és akkor utána tovább állnak, és akkor kipróbálják magukat máshol, külföldön, stb. De azért az az igazi szakértői réteg, aki tényleg nagyon otthon van, és jó akár forenzik, akár etikus hacker tevékenységben, azért az nagyon ritka. Tehát mi is próbálunk arra az irányvonalra ráállni, hogy nagyon sok munkafolyamatot, vagy a munkafolyamatok többségét lehetőség szerint leszelektálni kisebb munkafolyamatokra, tehát valamilyen egyfajta specializációt is a rendszerbe vinni, és például egy SOC-nak, vagy egy SOC-nak a működtetése, vagy egy incidens kivizsgálás tekintetében, hát ott specifikus szaktudásra tudnak azért szert tenni a kollégáink, és van olyan, és ez abszolút igaz, hogy van, aki ért a ransomwarehez, de fogalmi nincs egyébként, hogy hogyan kell konfigurálni mondjuk egy webszervert. És ez vice versa ugyanígy van. Tehát, hogy olyan generális tudással rendelkező emberből rendkívül kevés van, egy-egy részterületen tudnak az emberek nagyon sokat, van, aki többet, van, aki kevesebbet, és hát ebből kell dolgozni, ezt kell felépíteni egy működőképes szisztémával. Egy reagálnék erre komolyan is, erre a felvetésedre, amit említettél, tehát arra, hogy például a rendőrség is keres ilyen szakembereket. Valóban igaz az, hogy nagyon kevés ez a szakember. Tavaly az amerikai piacról kb. 200 000 ilyen szakértő hiányzott, és az a gyanunk, hogy a 2020-30 között pedig ilyen millió számra hiányoznak ilyen szakemberek piacról, úgyhogy ha valaki esetleg éppen most azon gondolkodik, hogy kiberbiztonsági szakértő lenne, akkor meg fogja érni. Nagyon jó pénzt lehet vele keresni Magyarországon is, és külföldön is. És pont azért mondtam, hogy igazából nem konkurencia mondjuk a rendőrség sem, mert rendszeresen együtt dolgozunk ezekkel a szervezetekkel közösen, és például az, hogy hogyan neveljük ki a tehetségeket, az egy nagyon fontos dolog. A jó szakembert például időben el kell kapni, mert nehogy esetleg valahogy gravitáljon valami olyan körül, amire nem kellene, mondjuk azért, mert esetleg több pénzt tud vele keresni. Hogy? A sötét, így van. Bár tagadhatatlanul jobban néznek ki, de inkább mi szeretünk a felkelőkkel lenni. Tehát, hogy gyakorlatilag az tény, hogy itt meg tudjuk találni a tehetségeket, ez az egyik ok. A másik az az, hogy például ezekkel a szervezetekkel, mint ahogy Balázsékkal is, nagyon hatékonyan tudunk abban dolgozni, hogy miután itt tényleg őszintén tabumentesen tudunk ezekről a témákról beszélgetni, hogy volt olyan, hogy szakembercserék zajlottak végre, valaki ide ment, valaki a másik területre jött, tehát éppen azért, mert sok különböző terület van. És végezetül még egy ívet rajzolnék, az, hogy mondjuk például egy olyan rendszerintegrátornál, mint a T-Systems, ahol egyébként több ezer ember, és ezer valahány száz ember dolgozik, ebből 600 mérnök. Tehát ugye ez ilyen szinten ott nagyon nagy ívet lehet karrierbe rajzolni, pont amit a más említett, hogyha valaki mondjuk valamihez nem ér, de más érdekli, akkor ott lehet javasolni számára más munkát is, de pont például most a szokközpontnak a fejlesztése kapcsán gyakorlatilag ilyen tízes nagyságrendben kell ismét embereket fölvennünk, úgyhogy ezúton is szeretnék meginvitálni bárkit, hogyha érdekli, akkor jelentkezzen nálam. Fizetés. Range. Igen. Hát, ezt megbeszéljük, ez ilyen. De jó pénz. Van sütink. Én lassan kifogyok a kérdésekből, még itt egy szóba hozott témára, a mesterség és intelligenciára szeretnék visszakanyarodni. Te, Artur, említetted, hogy kibertitok jövőkutatóként is apostrofálod magad. Mit fog hozni a jövő ezen a téren? Az ember és a gép azok mennyire válnak el egymástól, vagy mennyire fognak még a következő néhány évben, évtizedben egymással együttműködni? Hát itt szeretném kijelenteni, hogy én már most mondtam, hogy a gépek jó dolgok. Ez így legyen meg. Tehát hogy azt szeretném, a kamerának mondom, hogy így legyen meg. Később ez még lehet, hogy jól fog jönni. Na, de hogy komolyra fordítva a szót, van itt egy olyan ív, amit nem tudunk kikerülni.
az az, nem, mondok egy példát, és azon keresztül meg szerintem érthető lesz. Az Amazon Go-nak a szolgáltatását nem tudom, ismeri-e valaki. Az Amazon csinált egy webáruházat, ugye az Amazon csinált egy általában webáruházat. Magyarországon nem annyira sokan ismerik szerintem az Amazont, de egyébként a világon gyakorlatilag mindenki oda jár vásárolni. Az Amazon egyébként mielőtt még valaki félreérteni, az nem egy áruház, hanem ez egy search engine, egy keresőmotor, amit azért hoztak létre a gazdái, hogy az összes vágyunkat kielégítsék. Egy dolog kell hozzá, hitelkártya. Tehát, ha az van, akkor minden vágyunk teljesül, pénz. Természetesen minden vágyunk teljesen ezen a helyen. Most az Amazon Go az egy olyan szolgáltatás, ami arról szól, hogy az ember besétál egy áruházba, egy fizikai áruházat, ezt hozott létre az Amazon, szerintem ettől kezdett borsózni a háta az összes fizikai áruház készítőnek, mert azt hitték, hogy a marad majd a kibertérben, de nem, fizikai áruház, bejön az ember, hozzáérinti a valamiét a valamihez, ezzel igazolja magát, mindegy, hogy micsoda, hogyan, igazolja magát, majd utána elkezd vásárolgatni, és most jön a mágia, mindent berak a kosárba, majd kimegy. Nincs pénztár, nincs izé semmi, fizetés az úgy történik, hogy valahogy, mágikusan tudja az áruház, hogy mit vettünk. Ez úgy működik, hogy érzékelők, mikrofonok, kamerák, súlyérzékelők vannak mindenhol, a plafontól kezdve a mindenhol. Ahol nincs termék, ott érzékelő van. Olyan szinten figyelik a tevékenységét a belépő embereknek, hogyha például levesz az ember egy zacskó chipset, az beteszi mondjuk a kosarába, majd a gyerek kinyitja. Megeszik belőle három darabot, majd visszateszi, de úgy, hogy ne lehessen észrevenni, hogy elvett belőle, ez szerintem nem egy ismeretlen jelenség. Majd az ember megfogja a chipset és visszateszi, hogy akkor mégsem kell, akkor fogja tudni a rendszer, hogy abban bizony három darab chipszel kevesebb van abban az acskóban. Ehhez a rendszer figyel hangokat, viselkedést, bőrszint és még sok minden más, ugyanis meg kell azt is tudja mondani, ha egy család szétvált félúton, anyuka megvette a mosóport, apuka megvette a kenyeret. És tudják, hogy ez egy család, tehát egy helyen kell kifizetni, elkérni tőlük a pénzt. Na most ehhez már olyan algoritmusok szükségesek, amelyek messze fölülmúlják az általános ilyen programozás technikai dolgokat, tehát ehhez már ilyen elemzéseket. Miért mondtam ezt el így, és hogy kapcsolódik ez a kérdéshez? Úgy, hogy ki ne szeretne ilyen áruházba vásárolni, nem? Nem hát, is kell bennem. Szinte nem, semmit nem kell csinálni. Van, ami az ember, és már minden meg is van. De ezzel kinyitjuk Pandora szelencéjét. Ezzel olyan dolgokat kezdünk el csinálni, amitől ezek a gépek nagyon okosak lesznek, már most azok, és mindent tudnak rólunk. De mivel kényelmesek vagyunk, ezért mondja a Stephen Hawking, hogy 100 év múlva itt minden gépek fognak irányítani, szerintem egyébként hamarabb is. És egyetlen egy dolog, ami feladatunk, hogy addigra valahogy, nem tudom hogy, érjük el, hogy nagyjából ugyanúgy gondolkodjunk, mint ők. Pontosabban, hogy ők úgy gondolkodjanak, mint mi. Mert különben elég nagy baj lesz. És akkor még egy mondat ezzel kapcsolatban, hogy jobban értsék, hogy mire gondolok. Egy gépnek ez az egész beszélgetés, ez egy nevetséges dolog volt. Tehát az, hogy itt gyakorlatilag egy órán keresztül, vagy nem tudom, másik órán keresztül itt próbálunk információt cserélni, ez egy másodperc alatt kész lennének vele. Ráadásul, amit csinálunk ez az egész gyerekneveléssel, az is egy vicc, hogy 20 évig nevelünk valakit, akinek magyarázunk minden nap, meg iskolába járatjuk, meg ilyesmi, és akkor nagyjából azt fogja tudni, amit mi. Tehát ráadásul nem élnek örökké. Hát mindannyian meg fogunk halni, a gép meg nem. Átmásolja a tudatát egy következő gépben. Na, amit most, és akkor itt nem akarok itt nagyon terminátoroskodni, de ami a lényeg ebből, és amit szerintem ebből itt meg kell érteni, az az, hogy a mesterséges intelligencia csodákra képes. Rengeteg dolgot fogunk, már most a szakmánkban elkezdtük használni, olyan jelenségeket veszünk benne észre, például vegyük csak elő a terrorizmus veszélyt például, olyan jelenségeket veszünk észre egy sokaságon, nagy mennyiségű adatban, amit egyébként emberi szem nem képes észrevenni. Gondoljunk az önvezető autókra. Olyan dolgokra képesek ezek a dolgok, amikre mi nem. Lehet, hogy baleseteket fognak megelőzni, megmentik az életünket. Ezt az elemet, ezt ki kell mindenképpen hangsúlyozni benne. Eközben természetesen egy óriási veszélyt is jelentenek. Szerintem ma az emberiség még messze nem jutott el arra a szintre, hogy ezt rendesen fölfogja és megértse, és egyszerűen nem lehet tudni, hogy ez merre felé fog elindulni, viszont már abban biztos vagyok, hogy a következő években fogjuk látni ennek a hatását. Gondoljanak csak bele egy önvezető autó által okozott baleset bírósági tárgyalására. Hogy ott vajon mi fog történni? Hogy fog érvelni majd a számítógép? Azt fogja mondani, hogy kedves bíró úr, itt van az a 3 gigabájt adat, ami a baleset idején készítettem. Szerintem én tök jól csináltam mindent, most legyen kedvesek eldönteni, hogy jó volt vagy nem volt jó.
És akkor Balázs, oda hívják meg engem szakértőnek, ránézzük a 3 gigabájt adatra, egymást megkérdezzük, de ennyi, tehát nem tudjuk. Egy gép fogja megmondani egy másik gépről, jól cselekedette a mi ügyünkben. Tehát én azt gondolom, hogy ez a jövőben így lesz, viszont nem próbálnék nem vészmadárkodni. Vannak ennek nagyon hasznos elemei is. Rengeteg dolgot meg fogunk érteni az univerzumból, magunkról, rengeteg betegséget meg fogunk gyógyítani, emberek fognak beszélni, akik nem tudnak hallani, akik nem hallanak. Tehát óriási lehetőségek vannak benne. Az, hogy ezt hogyan fogjuk tudni majd a védelem oldaláról megoldani, ez egy óriási trivia. De ez sajnos e felé megyünk, vagy sajnos nem sajnos e felé megyünk. Csak a napi gyakorlathoz is nem ennyire absztrakt és elvonatkoztatott módon a kibervédelmi intézetnek a Big Data központjában naponta 1,5 millió sornyi adat keletkezik, és különböző forrásokból. Tehát ember számára nyilvánvalóan ez felfoghatatlan és feldolgozhatatlan, és odáig fejlesztettük a mi rendszerünket is, hogy a biztonsági incidensek azok most már nem úgy keletkeznek, hogy valaki felhív valakit, hanem egy gép dobja. És a gép kidobja a biztonsági incidens, hogy hova kell kimenni, és ott mit kell megkérdezni, és mit kell elhozni. Tehát, hogy ez nem annyira, tehát amit az Artur mond, azért ennek egy része ez már valóság, és mondom, akármi, hogyha csak a mi saját intézményemet nézem, ez is így működik tulajdonképpen, kicsiben, és egyre inkább afelé megyünk, és például a mi fejlesztéseink, amit kormányzatban végrehajtunk itt az elkövetkezendő időben, az afelé megy, hogy nem csak bizonyos tipikus adatokat fogunk felismerni, amikről tudjuk, hogy biztonsági incidensek, hanem képesek leszünk egy olyan nagy rendszert kialakítani, ami már a felhasználóknak a viselkedéséből, illetve az adatforgalmaknak a viselkedéséből anomália detektálás útján képesek lesznek megmondani azt, hogy potenciálisan, tehát kockázatértékelés alapján, hol van incidens, hol lopják el az adatunkat, és mire kellene figyelni. Tehát ez már a valóság, tehát tulajdonképpen 1-2 hónapon belül akár ide is eljuthatunk, és egyre inkább befelé tendálunk. Ez így van. Egyébként ehhez még annyit mondanék hozzá, hogy most már nem is feltétlenül konkrét, mondjuk malware-ekről beszélgetünk, hanem úgynevezett indication of compromise-ról, IOC-ről, vagyis annak a jelzése, hogy kompromitálódott valami, vagy annak a gyanúja merül fel informatikai rendszerekben, és ezek a rendszerek, a mi szokközpontunkban is van egy ugyanilyen big data elemző központ, ezek például ezekre döbbentik rá a mérnököket. És aztán utána persze, még most még azért komoly humán faktora van azért ennek a nyomozásnak, utána menni, megnézegetni, azért ez még sok emberi tevékenység van. Köszönöm. Ja, szeretném megkérdezni, hogy kérdése kinek van, nyugodtan lehet hozni akár személyes példákat, történeteket, az uraknak szóló direkt kérdéseket. Egy van a kérdés, hogy egy szóval itt ugye a biztonsági szakértők hiányáról. Van-e ilyen jellegű képzés, hát a másik az, hogy van-e arra mondjuk terv, hogy a felhasználókat képezzük, úgymond arra, hogy mire figyeljen, mert most itt szó esett, hogy hány millió ugye, eszköz lesz majd az interneten, és van arra, ugye, mert szintén tett, hogy milyen dinamikusabb tudni az otthon a háztartásban levő automatikus rendszereknek a száma, tehát van-e ilyen lakossági képzés, mert ugye ezzel az egyik fontos dolog, úgy gondolom. Hát nyomok egy gyors kört, szállom a válaszadás lehetőségét. Van jelenleg ilyen képzés, sajnos még egyelőre én úgy látom, hogy magasabb szinteken, tehát ez inkább az egyetemi, főiskolai képzés, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Óbudai Egyetem és még sok máshol indulnak ilyen kurzusok, aminek a végeredményeként ilyen kiberbiztonsági szakértők, IT-biztonsági szakértők képződnek. Egyébként egy nagyon jó dolog, csak az az igazság, és ezért is volt a kérdés, hogy ez a probléma ez lényegesen lejjebb kezdődik. Tehát már gyerekkorban ezzel a témával foglalkozni kell. Én például, amikor a történetet hallgattam, akkor úgy
mosolyogva emlékeztem vissza, hogy én is ilyen pár éves, komolyan 9 éves koromban sikerült hozzájutnom a Commodore 64-hez, amit nagymamám Commodore-nak hívott egyébként. És emlékszem, hogy engem akkor kellett ezzel megfertőzni, és már akkor tudtam megfelelő minőségben programozni, és semmiféle információforrásom nem volt. Tehát nem volt se YouTube, se internet, se semmi. Tehát a mai gyerekek már nagyon jók ebben, és nekünk abban komoly felelősségünk van, hogy beindítsuk azokat a programokat, ha tudjuk, amelyek ezeket a fiatalokat időben a megfelelő irányba fordítják. Egyébként ezek léteznek, Nyugat-Európában nagyon sok ilyen program létezik. Például el lehet vinni a gyerekeket, mondjuk nem csak mit tudom én, papír kivágni, meg dinoszauruszt hajtogatni, hanem le lehet velük ülni, mondjuk programozgatni is. Például mit tudom én, egy Lego mondjuk rendszert hogyan kell felprogramozni, vagy mondjuk egy, tudom én, egy web, hogy tudja megcsinálni a weboldalát. Nekem például van egy ismerősöm, akinek a gyereke egy külföldi ázsiai ismerősöknek a gyereke például saját YouTube csatornát üzemeltet, sőt monetizálja is, tehát pénzt is keres vele, és csinálja a saját videóit, saját maga vágja meg, és pár éves. Tehát gyakorlatilag hihetetlen képességek vannak, és ezeket ki is fogjuk tudni aknázni. Magyarországon szerintem ebben még van lemaradásunk. Mielőtt Balázs is válaszolna, hadd csináljunk itt egy kis reklámot a Csorba Győző könyvtárnak, itt van olyan képzés, aminek keretében Lego robot programozást tanítanak, hogy jó az információink, úgyhogy ezúttal is lehet hozni a gyerkőcöket, unokákat az ilyen jellegű képzésre, és ez a tanévrendjéhez is igazodik. Bocs, elnézést, ne haragudj Balázs, ne haragudj, csak muszáj, dramaturgia ide passzol, nagyon jó. Azt nem tudom, ki tudja, hogy a Lego óriási bajban volt, körülbelül így talán a 90-es évek környékén, óriási bajban volt, úgy tűnt, hogy így le fogják húzni a rolót. És akkor az történt, hogy kiadták ezt a szoftvert, amivel lehetett ilyen nagyon egyszerű szinten programozgatni a Legókat, és két hacker srác úgy döntött, hogy szerintük ez így úgy rossz, ahogy van, tehát nekik kell egy újat csinálni, és csináltak egy újat, ami meghackelték az egész rendszert. És akkor a Lego okosan lépett, sok cég még most se ilyen okos, és azt mondta, hogy na srácok, gyertek hozzánk dolgozni, csináljatok valami jobbat, mint amit mi csináltunk. És ebből a dologból nőtte ki magát ez a szoftvernek a továbbfejlesztése, az összes Lego film, a teljes Lego univerzum, ami a maguk ezek a játékok, meg a szerverek mögött, meg ilyesmi, és ez mentette meg a Legót. Tehát tulajdonképpen hackereknek köszönhetik, és fiatal hackereknek, akik úgy döntöttek, hogy valamit nekiállnak feltől. Az oktatás, szerintem Artur megválaszolta, a felhasználók okosítása, tudatosítása, ez egy kardinális kérdés, de én e tekintetben is most csak a személyes véleményemet hadd mondjam el, e tekintetben szkeptikus vagyok. Szerintem nem lehet a felhasználókat megtanítani semmire. A Magyarországon ez egy, sajnos ez egy, az, az igazság, hogy a példák, amiket statuálunk, hiába mutatjuk meg, hiába küldünk ki ezernyi flyert, hogy akkor hogyan kell biztonságosan mobilbankolni, ezek a dolgok, ezek kényelmetlen dolgok. Az emberek nem szeretik a kényelmetlen dolgokat. A kényelmes dolgokat szeretik, és amikor egy kényelmes út meg egy kényelmetlen út között kell választani, óhatatlanul is, de lehet, hogy te ezt jobban tudod, óhatatlanul is a kényelmes dolgot fogják választani. Ezt látom a saját családomban is, tehát ez abszolút megfigyelhető a mikroszinten is. Ez egy energiaoptimalizáció. Nyilván, persze. Tehát ez ki a franc akar arra mászni, amikor egyszerű. Ki a fene ütögeti be a telefonomba azt a 16 karaktert, amivel föl tudom oldani? Hát komolyan, ez agyrém egyébként, tehát elképesztő. Na és akkor Magyarországon ugye még ez párosul azzal, hogy a, nem tudom, tudjátok-e, de a statisztikák azt mutatják, hogy Magyarországon a Facebookozás az sokkal magasabb arányban jelenik meg, mint mondjuk egy nyugat-európai országban. Ennek több oka van, az is, hogy Nyugat-Európában több közösségi szolgáltatást használnak, de valamilyen oknál fogva Magyarországon van ilyen hagyományos, tehát valamiért mindig rajongunk. Volt régen az iViv, meg a Freemail, meg a nem tudom, csak most a Facebook ez a rajongás tárgya, és ugye mindenki Facebookozik agyba főbe, mindent megoszt, minden adatát nyilvánossá teszi, holott nem is tudja pontosan, hogy igazából mit csinál. És igazából arra kell rájönnünk, hogy mi ölhetünk bármekkora energiát a felhasználóknak a tudatosításával, egyszerűen képtelenek lesznek felismerni egy az általam hozott példákból bármelyiket, képtelenek lesznek betartani azokat az alapvető IT biztonsági szabályokat, amiket akár jogszabályba, akár belső normákba, akár rezsimintézkedésekben előírunk és szabályozunk, egyszerűen nem megy. Tehát itt ennek a
Nem csak ennek az országnak, egyébként a világszinten is szerintem igaz, és hadd érjek rá azt, Csaba barátunknak a szavával, ennek az országnak ahhoz, hogy változzon, ahhoz paradigma változás kell, ahhoz pedig valamilyen digitális mohács kell. És amikor ez eljön, akkor utána talán lesz egy pici kis lehetőség arra, hogy változtassunk a gondolkodásunkon, de addig biztosan nem fog ez megtörténni. Addig próbálunk az árral küzdeni, és a hát ilyen nagy merítéssel, vagy nagy merítésekkel megpróbáljuk azért egy-két témában, mint például a tavaly évben tényleg ez a zsarolóvírus azért rendkívül kényes kérdés volt, megpróbáljuk egy-két témában edukálni a felhasználóinkat, több, de inkább kevesebb sikerrel. Az én nagyapám egyébként, Isten nyugosztalja, ő, neki ugyanez volt a hozzáállása a dolgokhoz. Például amikor meglát, ment az utcán és ki volt írva, hogy vigyázatetőn dolgoznak, akkor ő elsétált alatta és azt mondta, hogy vigyázzanak ők. Tehát neki ez volt ez a dolgozás, és ez egy, azt hiszem, hogy egy teljesen természetes emberi viselkedés, a franc fogja ezt kikerülni, hát menj, hát nem, őt nem veszélyezteti. Sajnos az a helyzet, hogy a legtöbb felhasználó ilyen. Egyébként ennek ellenére ugye az a az embernek van egy ilyen természetes igénye erre, hogy de hát én szólni akarok neki, hogy hát látom, hogy megy a gödör felé, hát szólok neki, hogy ne essen bele. Úgyhogy ezt nem fogjuk abba hagyni. Tehát ez tök nyilvánvaló, hogy meg fogjuk csinálni. Lesznek ilyen tudatossági programok. Egyébként Nyugat-Európában nagyon sokan futtatnak már ilyen. A hollandoknál van tök jó példa, ott például a banki adathalászat ellen kitaláltak egy figurát, aki a háztetők a tetejére fölmegy, ugye láttuk egy konferenciátuk, és egy ilyen megafonnal, egy ilyen megafonnal így üvölti, hogy mit csináljanak az emberek a városban, hogy mit tudom én, ez a tegyék le a telefont, hívják fel a bankukat, ne klikkeljenek rá, nem tudom, de egy jó pofa. És egyébként segít is, tehát azokban az emberekben, akikben megvan ez az igény, és ez fontos, tehát van egy alapvető igény arra, hogy paranoiásak legyenek egy kicsit, nézzenek a hátuk mögé. Ugye nekem például szoktam mondani a családom, hogy én azért fogok egyszer neki menni az autóval valaminek előre, mert mindig a visszapillantó tükröt nézem, hogy mi van mögöttem. És ez igaz, de ez egy alkat. Tehát én nem véletlenül vagyok kiberbiztonsági szakértő, és nem mindenki át. Van olyan ismerősöm, aki vírusírtót se hajlandó telepíteni a gépére, mert ő nem dolgozik olyan dologgal, hogy ő vírusok, érted? Ő sérthetetlen. Tehát, és nem lehet neki megmagyarázni, hiába barátom. Hát ott ül mellettem, nem tudom, hogy italozunk, és nem tudom neki elmagyarázni. Tehát van, aki menthetetlen, ezeknek hiába fogjuk csinálni ezeknek az embereknek ezeket a kampányokat, de valaki viszont azért fogékony lesz ezekre, úgyhogy én remélem, hogy lesznek ilyen kampányok. Én szeretnék ilyeneket látni. Pont erről beszélgettünk a minap, hogy milyen jó lenne. Igazából tényleg elhivatottság kell ennek a munkának a műveléséhez, és azzal szoktuk az új belépőinket riogatni, hogy nem kell paranoiásnak lenni, amikor elkezd nálunk dolgozni. Az úgyis kialakul. Igen. Még esetleg kérdés? Hozzáfűzni való vélemény. Igen, nekem lenne, hogy a kibervédelemben a nemzetközi együttműködés az milyen szinten van? Több szinten. hát egészen a mondhatnám azt, hogy vannak ezek a nagy konferenciák, ugye, amiket szerveznek különböző szervezetek, így például az Arturék is ugye csinálják Magyarországon az által említett konferenciát, ahol lehet találkozni szakemberekkel. De és ez egy fontos helyszín, hívjam azt helyszínnek, ahol fizikailag egyébként tényleg össze tudnak jönni az ebben járatos szakértők, és meg tudnak ismerkedni személyesen is, azért nem tudom, hogy ezt lehet, hogy nem mondtuk, de ennek a szakmának a műveléséhez azért egy nagyon erőteljes bizalom szükséges. Tehát, hogy nem mindegy az, hogy egy érzékeny információt kivel oszthatok, vagy osztok meg, és kivel nem. Ez az egyik, a másik azt, hogy operatív szinten is létezik nemzetközi együttműködés, amíg én nem kezdtem ezzel dolgozni, én azt hittem, hogy ez csak egy ilyen frázis, amit szoktunk emlegetni. De alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ez az operatív szintű együttműködés, amikor kapunk adatot, amikor mi adunk adatot egy konkrét incidensre, egy konkrét biztonsági eseményre vonatkozóan, ez hihetetlen jól működik egy körben, természetesen azt nem mondom, hogy mindenkivel, hanem meghatározott körökben, ez jól működik, ami ténylegesen megint csak a bizalom elve alapján szerveződnek ezek a csoportok. Itt ki kell emelnem például akár a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a nemzetközi együttműködését ebben a témában,
Más témában nem nagyon ismerem, de ebben a témában kifejezetten jól működik. De azt is ki kell emelnem, hogy vannak olyan szerveződések a világban, az egyiknek mi is tagjai vagyunk, ahova csak 8-10 állam, amiben csak 8-10 állam vesz részt, de ezek a szerveződések, ezek hetente, havonta csinálnak egy telefonkonferenciát, megbeszélik az éppen aktuális ügyeket, vagy alatt esetben évente a világ egy egzotikus pontján összejönnek egy szállodába, és akkor ott két napon keresztül megbeszélik az elmúlt időszak történéseit. Tehát kifejezetten egyrészt szükséges, tehát elengedhetetlen, anélkül nem lenne semmi, és nagyon hatékonyan működik. Én adnék, ha megengeditek, én adnék egy tágabb képet erről. A információ megosztás az egy olyan dolog, ami úgy hangzik el ezeken a rendezvényeken, meg ilyen kiberbiztonsági fórumokon, mint a szépségkirálynő választásokon a világbéke, meg a természet, meg a gyermekek szeretete. Tehát gyakorlatilag enélkül nincsen kiberbiztonsági megmozdulás, információt meg kell osztani. Csak hogy az a tapasztalat azért, hogy például van az egyik bank, konkrétan a Citibank, ezt nyugodtan el is mondhatom, a Citibank például elkezdett élen járni abban, vagy elindult ebben az irányba, hogy megosszon információkat más pénzügyi szervezetekkel arról, hogy milyen hacker támadások érték mondjuk őt, és hogy hogyan lehetne ezt mondjuk akár az ágazati szinten ezt a dolgot kezelni. Beszélgettem annak a csoportnak a vezetőjével, a külföldi illető, aki ezt elindította, és azt mondta, hogy ez úgy indult el, hogy összehívták így a bankosokat, így leültek, és akkor felállt a Citibankos kolléga, és azt mondta, hogy hát őt az ő szervezetét bizony már többször meghekkelték hackerek, és ezt csinálták, és akkor így leült. És akkor utána a többiek ültek csendben, hogy hát igen, valamit meghekkeltek. Ez van, hát ilyen látjuk. Ez egyébként általában jellemző az emberekre. Hogyha valaki föláll és egy dolgot felvállal, akkor a többiek inkább elállnak mellőle, hogy vele ilyen nem fordult elő, ez mással lehet, hogy előfordult, velem nyilván nem fordult elő, tehát még hülye is, hogy elmondta, igaz? Na most ezen azért sikerült föltörni ezt a tojást, és mostanra már eljutottunk odáig, hogy egyre több ágazat belül elkezdett egyeztetni. Tehát elkezdődött ez a szerelemféltés, és ez nincs, tehát hogy mindenki információkat végre elkezdtek egymással megosztani, mert látják azt, amit már is említett, hogy nem lehet máshogy dolgozni. Tehát a hackereknek olyan hihetetlen előnye van időbeli is, amit az elején beszéltünk, tempóbeli, képzettség, pénz, minden, hogy ez csak és kizárólag információ megosztással és jó technológiákkal, jó gyakorlatoknak a megosztásával lehet kezelni, és erre egyre többen rájönnek. Szerintem még mindig nem áldottak az állapotok, tehát mindig az van, hogy A tudta, B-nek nem mondta el, de meg lehetett volna menteni, ha megmondja, mert A azt gondolta, hogy az milyen kellemetlen ciki lenne, ha megmondanák, hogy őt már föltörte ugye ez a hacker csoport, de én azt gondolom, hogy ez, ahogy telik az idő, bele fognak kényszerülni a szervezet, nem? Bele fognak Abszolút. Kényszerülni a szervezetek az információ megosztásba. Muszáj lesz. Hát ha számokban kellene kifejeznem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a PIN szervezetünknek a működő képessége, hasonlítottak, és mondhatnám, hogy 50%-ban, de jelentős részében azon áll vagy bukik, hogy van-e nemzetközi együttműködés, vagy nincs. De nem kell ezt nemzetközire leszűkíteni, mondhatnám azt, hogy egyáltalán együttműködés. Hazai szervezetekkel, hazai cégekkel, nemzetközi szervezetekkel, nemzetközi cégekkel. Tehát ilyen szempontból szerintem nem kell különbséget tenni, hogy most az nemzetközi vagy hazai, egyszerűen együttműködés. És ez fontos dolog, és például amikor létrehoztuk a kibervédelmi intézetet, akkor is ugye számos olyan kérdés felmerült, hogy na hát vajon az állam képes lesz-e információt megosztani, képes lesz-e egyáltalán kiállni a közönség elé, és akkor elmondani, hogy ő mit csinál. És akkor én azt mondtam, hogy szerintem lehet azon gondolkodni, hogy ez így lesz-e vagy nem. Egy biztos, hogyha jól akarjuk működtetni, akkor kötelességünk lesz kiállni és elmondani, és megosztani az információt, különben mi sem fogunk semmit sem kapni. És ez be is jött. Tehát azt kell, hogy lássuk, hogy az államok, a kormányzatok, biztos van olyan információ, amin ülnek, amire ráülnek, de azért jellemzően ebben a témában információ megosztásra vannak kötelezve, hogy így mondjam. Bocsánat, még egy elnézést, ez a téma még egy érdekesség, hogy nekem az az érzésem, ez így kicsit a jövőre kitekintve, hogy ha nincsen kellő mennyiségű információt különböző forrásokból, mondjuk a világ
eltérő helyeiről, ahol máshogy kezelnek dolgokat, más információk birtokában vannak, más módszerekkel dolgoznak, mondjuk vegyük Oroszországot, Kínát, USA-t, Dél-Amerikát, stb., akkor bizonyos helyzeteket nem is tud az ember megfelelően jól megítélni. Mert csak egy bizonyos helyről lesz információja arról a dologról, mondjuk ismeri például az amerikai forgatókönyvet valamiről. Ugye? Mondjuk, hogy mi történt az amerikai elnökválasztások idején. Ugye erről van egy amerikai forgatókönyv. Lehet, hogy ennek van három különböző verziója, olvasata, gondolkodásmódja, információja. Ezeket az ember be tudja szerezni, akkor egy bizonyos esemény megítélések, vagy incidens kezelésekor előnyben lesz a többiekkel szemben. Ez szerintem egy fontos eleme ennek a kérdésnek. És hogy mennyire fontos az összefogás és a tudás megosztása, annak nem lehet nem más és jobb logója vagy cégére, mint önmagában a Csorba Győző Könyvtár, amelyik néhány hónappal ezelőtt gondolt egyet, és megfogalmazta azt, hogy létrehozza ezt a mai fórumot. Én ezúton köszönöm meg vendégeinknek, Bencsik Balázsnak és Keleti Artúrnak, hogy eljöttek, hogy eljöttek Pécsre. Balázs egy kicsit hazajött, hiszen Pécset tanult. Artúr nem tudom, hogy én nem itt tanultam. Te pedig az egyetemen de én tartottál most előadást. Úgyhogy, ismerem már a tenyerem, amit a Selkút, az egyetem, mindent tudok. És hát én pedig arra kérem önöket, hogy azt, amit itt ma hallottak, azt vigyék magukkal, adják át barátaiknak, ismerőseiknek, és tegyünk egy kicsit az ellen, hogy ne legyen szükség egy digitális mohácsra, hanem tudjuk azt elkerülni. Néhány év múlva kiderül, hogy ez sikerült-e, vagy pedig sem, de valamennyire ezért mindannyian felelősek vagyunk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy önök pedig eljöttek és meghallgatták ezt a beszélgetést.